A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a köztér vendége Kovács Zsoltné, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Azért gondoltam, hogy jó lenne egy újabb beszélgetés, nem olyan régen volt a vendégem, hogy újra átbeszéljük, hogy mi minden fejlesztések valósulhattak meg a körzetben. Elég sok minden még most is alakul egyébként az önkörzetében. Milyen fejlesztéseket emelnek így az utóbbi időt tekintve? Amiatt a képviselő vagyok, azért elég nehéz helyzetbe kerültem. Ugye ez idő alatt azért a Covid eléggé megtépázta az önkormányzatot, nem mellesleg most az energia válság, ugye a szomszédban dúló háború azért nehezítette nagyon az életünket, és mégis be tudok számolni kisebb-nagyobb beruházásokról. Először a kisebbekkel kezdeném. A Kígyó utcában és a Semmelweis utcában kialakítottunk egy murvás parkolót, aminek a lakók nagyon örülnek, igaz, ők is kezdeményezték, de nagyon utána jártunk, és tényleg nagy arányban szerették volna ezeket a parkolóknak a kialakítását. A Semmelweis úti parkoló mögé egy kisebb játszóteret, egy bekerített játszóteret alakítottunk ki, amit a családok úgy látom, hogy nagyon szeretnek. Ez a városrésznél kamerákat helyeztünk ki a közbiztonság védelmének hatékonyabb átételére. Nagyon kellett, tényleg lakossági bejelentések voltak, de mi is, amikor többször a kolléganőmmel jártuk a körzetet, láttuk, hogy el kell ide jó pár kamera, meg is valósítottuk, sőt a Manc játszótér melletti vendéglátó helységet az ott lakók a Manc kocsmaként ismerik, az önkormányzat megvásárolta, és a mai napig nem kezdtünk vele semmit, nekünk csak az volt a cél, hogy ott megszüntessünk egy gócpontot. A kisebb beruházás, persze még rengeteg mindent tudnék, mert a játszótereket építettünk, az Iblé játszótér elkészült, akkor homokozók fölé több helyre vitorlavásznat építettünk, a gyerekek, hogy egész nap tudjanak homokozni, ugye megvédjük őket a káros napsugárzástól. Szemetek se kihelyezése, padok, vagy kihelyezése, vagy elvitele, ez ugye attól függ, hogy a lakóknak ez hogyan jobb az élet minőségéhez. Nagyobb beruházások is történtek, nagy szerencsénkre a 4 év alatt. Az Arany János iskola ugye teljes felújítást kapott, be is fejeződött ugye a felújítás, kívül belül megújult az épület, a külső homlokzat és a tetőszerkezet teljes cseréje valósult meg, és a belső részen lift kialakítása történt meg, és teljes villamos hálózat és épületgépészet cseréje megtörtént, és hogy ne menjünk messzebb, szemben van ugye a szegfűrendelő. Az előzőre az azért visszatérve, hogy az állami beruházás mellé azért az önkormányzat egy 600 milliós összeggel járult hozzá, ez egy nagyon nagy összeg azért, és így tudtuk megvalósítani az iskola felújítását. Szemben lévő orvosi rendelőt, azt viszont 100%-ban egy uniós forrásból valósítottuk meg. Olyan, hogy kívül belül megújult az orvosi rendelő, tényleg az egészségügyi alapellátás biztosítása és az életminőség javítása volt a cél, és teljesen úgy érzem a lakók visszajelzéséből, hogy tényleg egy 21. századi orvosi rendelőt kaptak a lakók. 7 házi orvos van ott, és 8 fogorvosi alapellátás van az épületben. Mert ugye az egyik iskolát már megemlítette, ami a körzetében van, és ami felújításon esett, tehát ez az Arany János. A Vörösmarty iskola nem esett át nagy felújításon, de új lett a tornacsarnoka, kapott okostantermet, és hát kint egy gyönyörű, szép kis kosárlabda pályával. Így van. A Vörösmarty iskola is azért 40 éves iskola, azért lássuk be, hogy felújításra szorult. A nyílászárókat ott is ki kellett cserélnünk a tornateremnél, épp ezért, mivel beázott többször, ezért a padlózat több helyen balesetveszélyessé vált, annyira megrongálódott, úgyhogy nagyon örülök, hogy teljes egészében megújult a tornaterem,
és kívül, ahogy említette is, egy kosárlabdapályát kapott az iskola. Az udvaron egy ilyen szabadtéri ugye kosárlabdapálya lett, amit a Magyar Kosárlabda Szövetség építetett, és ugyanúgy, mint a tornateremnél, ugyanúgy nem csak a gyerekek tudják igénybe venni, hanem mivel van a kezdeményezésünk, a délutáni sportfoglalkozások ingyenessét tettük, és így nagyon sokan használják is, úgyhogy ők is örülnek, nem csak a diákok, a kinti kosárlabdapályát pedig a válogatott kosárlabdázók is használják. Ha mondjuk a Vörös Marti iskolától sétálgatunk, akkor nem olyan hosszú idő után eljutunk mondjuk a Rózsalégetig, ott nagy változáson esik át éppen az a terület. Mi a helyzet most a Rózsalégettel, mi történik ott? Hát tényleg a Rózsaliget az hála jó égnek, hogy elindult a felújítása a ligetnek. Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy forrást találjunk rá. Mi is láttuk, hogy nem méltó, ahogy kinézett az a liget, és minden áron azt szerettük volna, hogy megújuljon minél hamarabb a liget. Csak mindahogy mondtam, hogy sok nehézség sújtott bennünket a 4 év alatt, de most szerencsére találtunk forrást a vezetőkkel, és elindulhatott. Itt tényleg egy nagy beruházásról van szó. 5770 új rózsatövet fognak ültetni a kertészek. 2025 négyzetméteren fog új füves területet kapni a rész, és 13 cédrusfát fog kapni, mosári cédrust a liget, sőt még több növényzet is ki lesz alakítva, 3 sétánnyal összekötve, úgyhogy gyönyörű lesz. Az új pergolák, azok mind megújulnak, azt a régi elkorhadt falpergolákat egy fém vázas szerkezet fogja, amire fel fognak futni a rózsák, hatalmas magaságyások lesznek, nagyon-nagyon-nagyon szép lesz, úgyhogy végre méltó képet kap a liget, és akkor megemlíteném, hogy mögötte egy picit pár méterrel megyünk, akkor viszont a Tóparti iskola is, és a közösségi ház is felújítás alatt van, még most is, úgyhogy újra egy új iskola nagy beruházást kapott, ugyanígy külső-belső felújítás, ugye a külső eleme azért egy mészkő, amit most le kell tisztítani, le kell csiszolni, lefesteni, az összes bádoglemez ki lesz cserélve, a nyílászárok ki lesznek cserélve, a belső padlózat, falburkolatok kicserélésre fognak kerülni, és ugyanúgy, mint az Arany Jánosnál, teljes villamos és épületgépészet felújítás lesz. Igen, hát ez egy nem kis projekt, és ha jól tudom, akkor hát majdnem egy év lesz így, amíg ez így megvalósul. Hát 2024, április vége, május az átadása, igen, az iskolának. És ami egy jó hír, hogy azért az oktatás nem állt meg ugye az intézményben, hanem átköltöztek egy másik iskolába. Így van, teljesen átköltöztek a gyerekek, jól érzik ott magukat, és tudják, hogy miért vannak ott. Most egy kicsit szűkösebb ez az év, de utána egy gyönyörű épületbe fognak átmenni. Ugye megújultak a terek is így a belváros tekintve, a Jávor Ottó tér is hát nagyon-nagyon szépen megújult. Új funkciója is van, tehát elég sok rendezvényt oda visznek, nem olyan régen volt a Vegyél Fejért Vásárt is, ahol éppen ön is ott volt. Miért gondolja, hogy jók lehetnek ezek a közösségi tereknek a használata, tényleg a kihasználtsága? Ez egy gyönyörű tér lett, a Jávor Ottó tér, ez is pár éve ültöttük fel a 3. bératérrel együtt a Jávor Ottó teret, és ez egy civil kezdeményezés volt, megkerestek, és úgy éreztem, hogy semmi jónak nem vagyok az elrontója. Itt hazai, de legfőképpen megyei termékeket hoznak a kézművesek, a termelők. Nagyon örülnek az ott lakók is, sőt, nem csak az ott lakók jönnek, hanem azt tapasztaltuk, hogy több helyről, a város több részéről jöttek, mert ugye közben kiszolgáljuk kisgyerekek, felnőtteknek igazából a jó hangulatát, hogy mellette mindenféle kis játszások vannak, sőt most ott volt a Buk Tibor színművész, operetténekes, ami ugye tudjuk, hogy az már a neve is egy siker, úgyhogy nagyon-nagyon jó rendezvényünk volt. Minél több ilyen rendezvény, én úgy érzem, hogy az embereknek jó. Időbe befejezzük, senkit nem bántunk a hangzavarral, mert ugye sokszor megkapjuk, hogy a belvárosba hozzuk a rendezvényeket, de tényleg ez egy olyan, hogy 7 órakor vége van, és nincs semmi hang. Nagyon szépek ezek a terek, amiket említett egyébként. Ha jól tudom, akkor önnek nagyon fontos a zöldítés, így akár mondjuk a belváros tekintve. Mely részeken kellene még ön szerint zöldíteni, és hogyan lehetne ezt megtenni? Hát az Icsi liget.
az Ücsi-ligetet ugyanúgy nagyon szeretnénk, ahogy a Rózsa-ligetet. Vannak is tervek, minisztériumban fel is küldték a szakemberek, de azt arról azért nem szeretnék beszélni, mert még nem tudjuk, hogy mikor kezdhetjük el, de nagyon-nagyon szeretnénk. Legfőképpen a járdát felújítanánk, a lakóépület melletti járdát, mert az tényleg nagyon balesetveszélyes, és többször jelezték a lakók, de ezt egybe tudjuk ezzel a projekttel megvalósítani, úgyhogy most erre várunk, úgyhogy az a következő nagy célom, hogy az Ücsi-liget tényleg ugyanúgy méltóan fel legyen újítva, mint a Rózsa-ligetünk. Ugye még az egyik nagy kérdés ott a belvárosban, az mindig a parkolás, illetve a közlekedés. Milyen megkeresések vannak így a közlekedéssel és a parkolással kapcsolatban? A közlekedéssel kapcsolatosan egyetlen egy megkeresés volt egyébként így a 4 év alatt, tehát azt sokat nem tudok beszámolni róla, az a Kígyó utca egyirányosítása miatt kerestek meg. Vissza is állítottuk az egyirányosítást, úgy érzem, hogy tényleg az csendesebb, nyugodtabb környezetet tudtunk ebben ezt visszaállítani. A zöldítés az tényleg mindig az nagyon-nagyon szívügyem volt. Szerencsés vagyok, hogy a körzetemben ilyen sok park van, és úgy érzem, hogy azért ugye 4 év alatt nagyon sok mindent megvalósítottunk, hogy méltó parkokat tudjunk a lakosság számára megcsinálni. Ugye mondta itt már az elején, hogy összefoglalta a fejlesztéseket, hogy voltak kisebb fejlesztések, ugye voltak nagyobbak. Hogyan érkeznek ezek a megkeresések? Hogyan tudja tartani a kapcsolatot a lakossággal? Én az a képviselő vagyok, és azt vallom, hogy a személyes találkozás az nagyon sokat számít, mert volt már úgy, hogy mérgesen hívtak fel telefonon, és amikor személyesen találkoztunk, egy nagyon jó hangulatú beszélgetés után teljesen jól váltunk el egymástól, és meg is valósítottuk mind azokat a kéréseket, amiket ugye feltettek nekünk. Minden hónapban van fogadóórám, és direkt két részre bontottam el, elég széles a körzetem. Szerdánként a Vörösmarty iskolában találhatnak meg bennünket 5 órától, csütörtökön meg a Rákóczi iskolában vagyok, úgyhogy bárkit nagyon szívesen látok. Úgyhogy telefonszámom is mindenki tudja, aki el akar érni, mindenki utolér. Nagy lakossági fórumra van-e lehetőség, szokott-e tartani nagyobb lakossági fórumot? Igen, több lakossági fórumon volt már a körzetben. Sokan el szoktak jönni, és akkor ilyenkor a több vezetővel együtt ott vagyunk, és a kérdésekre próbálunk minél hamarabb megoldást találni. Hogyan látja így a körzetet, hogy mi minden területen kellene még változtatni, vagy előrelépni, milyen tervek vannak? Hol kellene leghamarabb lépni ön szerint, milyen megoldásra váró problémákat lát? Most pont a tegnapi nappal elindult egy újabb beruházásunk, fejlesztések, a Liget sori lakónegyednek befejezzük a járdaszakasz felújítását, és mennek át a szakemberek a Szedres lakónegyedhez, és az összes 4 emeletes házamnál fel lesznek újítva a járdák. Ugyanígy az Ibli lakótelepnek egy hosszú szakasza most fel lesz újítva, és az Ősz utcába is végre eljutunk, hogy ott is egy nagyobb részt, és ez mind december végéig meg kell, hogy valósuljon, úgyhogy addig van határidő, úgyhogy most elég sok járda fog újra megújulni, mert ugye eddig, a tavalyi évben pedig az egész Manc rész megújult járda szakasza, úgyhogy szép folyamatosan mindenhova eljutunk, csak ugye 4 év alatt, amit lehetett, mindent próbálunk besűríteni, de hát ahogy az embernek van lehetősége, már is újítunk. Hogyha így a kicsit távolabbi terveket nézzük, akkor van-e olyan nagyobb projekt, ami majd valószínűleg később fog tudni csak megvalósulni, nyilván azért, mert most azért gazdasági válságban vagyunk? Hát, amit mondtam, az Ücsi-liget, azt mindenképpen szeretné a város, hogy méltó ligetünk legyen, de tényleg annyi folyamatosan vannak, amik jönnek, hogy szeretnék, hogy megvalósítsuk, de ilyen nagyobbat most egyelőre nem látok. A liget az, amit nagyon szeretnénk tényleg, hogy az iskoláink elég jól fel lesznek újítva, úgyhogy szerencsés vagyok, hogy ennyi minden történt még így is 4 év alatt. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, és egy kicsit átbeszélhettük újra, hogy mi minden történt a körzetben, a 2. számú körzetben. Nagyon szívesen, köszönöm szépen. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Kovács Zsoltné, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.